Legyen ez a mi igei elcsendesedésünk az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te újra meg újra lelki alkalmakat készítesz el a számunkra. Amikor egy kicsit kiléphetünk a környezetünk, a világ és mindenféle másnak a zajából, és az egy fontosra, rád és Jézus Krisztusra figyelhetünk. Köszönjük, hogy az előző alkalmunk óta épp testben és lélekben megőriztél bennünket, és most köszönjük, hogy ebben a közösségben újra téged áthatunk és magasztalhatunk. Szent lelkedért is könyörgünk, töltsd be a mi szívünket, és add, hogy mindaz, ami elhangzik itt ma este, a te dicsőségedre hangozhassék el. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Ámen. Engedjék meg a testvérek, hogy én is megkülönböztetett szeretettel köszöntsek mindenkit itt ebben a teremben, a Kelenföldi Evangélikus Gyülekezetnek a tanács termében. Teszem ezt azért, mert valóban 13 éve lesz annak lassan, hogy e falak között kezdett kipontakozni annak a terve, hogy az az egyesület, amely immár 12 éve hivatalosan is működik, megalakuljon. Ezért számunkra ez a fél év most egy különleges is, hogy erre is visszagondolhatunk, és talán nem mindenki tudja, hogy most olyan falak között van, ahonnan ez az egész egyesületi szolgálat, evangelizáció, igehirdetés, misszió, ébredési előadások sorozata, ahogy folytak ezek az elmúlt években, több mint már 12 éve, ezeknek a gyökerei ehhez a teremhez köthetőek. A bibliaolvasó útmutatónak a mai újszövetségi igéje alapján, gondolom én, került kijelölésre az az ige szakasz, ami alapján most néhány gondolatot szeretnék, igei gondolatot megosztani a testvérekkel, mert abból a szakaszból az egyik vers van pontosan kijelölve, úgyhogy gondolom, hogy akik összeállították a sorozatot, ez vezérelte őket, hogy most akkor ne csak az az egy vers legyen kiemelve, hanem egy kicsit a kontextusát, a környezetést is nézzük meg. Nagyon nevezetes fejezete ez az új szövetségnek, a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ezt szerintem bibliaolvasók szinte kívülről is tudjuk, hogy itt a hithősök kerülnek elénk. Nagyon kompakt módon, összefogott módon, Ábeltől kezdve egészen az ókeresztény, őskeresztény korig foglalja össze a szerző a hit legnagyobb példaképeit, és emeli ki azt, hogy tulajdonképpen Ábeltől kezdve egészen a megváltásig, az első századig mindig Isten a hitet értékelte, és a hiten keresztül folytatódott az üdvtörténet és az üdv esemény. Krisztussal teljes élet, ezzel próbálja az egész gondolatkört a szerző összefoglalni, és hát most így hallgassuk meg tehát a kijelölt szakaszt a zsidókhoz írt levélnek a nevezetes 11. fejezetéből, a 23. verstől kezdve olvasom a következőképpen. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a pászkát és a vérrel való meghintést is, hogy a pusztító ne érintse első szülötteiket.
Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Urunk Istenünk, szentelj meg minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a zsidókhoz írt levélnek eme nevezetes 11. fejezete klasszikus példája annak, hogy minden mindennel összefügg a Szentírásban. Ezt úgy fogalmazták meg a reformáció korában a teológusok, hogy scriptura scripturae interpres, vagy ahogy reformátorunk Luther Márton tette ugyanezt, scriptura sui ipsus interpres, a Szentírás önmagát magyarázza. És itt is, amikor, ahogy egy fejezet erejéig szinte az egész üttörténet lepereg előttünk a hit példaképein keresztül, akkor újra meg újra van alkalmunk, hogy a Biblia egészére tekintsünk, és rácsodálkozzunk arra a rendre, amit az Isten rendelt, hogy itt a Földön közöttünk és mellettünk megtörténjen. Az első, talán ami már az első olvasáskor is feltűnik nékünk itt a kiragadott szakaszban, hogy Krisztus is előkerül. Az Exodus tradícióról van szó, Izrael szabadulásáról, és még inkább Izrael szabadítójáról, Mózesről. De a Szentíró nem tudja meg nem tenni, hogy ne beszéljen az új Mózesről, Krisztusról, és szinte megszégyenítő módon olyan természetességgel beszél arról, hogy Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot inkább vállalta Mózes, ezt nagyobbnak tartotta Egyiptom minden kincsénél és gazdagságánál. Azaz, mintha Mózes már találkozott volna Krisztussal, azaz, mintha Mózes valóban az előszabadítója a választott népnek, akinek a képe és a tette aztán Jézus Krisztusban teljesedett be az új Mózesben, az igazi szabadítóban, nem csak egy nép, hanem az egész világ, az emberiség szabadítójában. Ugyanakkor a fejezetben csak egyedül itt szerepel Krisztus, ezzel mintha a fókusza, egyik fókusza lenne, itt az itt felsorolt hitvédők között Mózes, azaz kiemelt szereppel rendelkezett, mint szabadító. Két másik történet kapcsolódik mindenképpen ehhez a képhez, és erre is szeretnék röviden utalni, tehát, hogy itt a zsidókhoz írt levélnek ebben a passzusában tehát Mózes és az új Mózes Krisztus kerül elénk, és nem lehet, hogy ne aszociáljunk a megdicsőülés történetére például. Ott a hegyen, amikor Péter, Jakab és János Jézussal együtt elmentek, és ott is Illés és Mózes jelenik meg, és ezzel is nem csak egyszerűen egy csoda történik, és ez a három tanítvány is bepillanthat az odaába a függöny mögé, hanem Jézus ebben a jelenetben talán még azt is el akarja mondani, hogy valóban nagy és választott szabadítók voltak Mózes és Illés. Isten hatalmas dolgokat végzett el velük, de most ő velük van közösségben, és az ő szárnyai alatt jelennek meg ezek a nagy választott emberek, és Mózes és Krisztus összetartoznak elválaszthatatlanul. Aztán nagyot ugorjunk, és sok képet lehetne még hozni az új szövetségből, de most éppen a Biblia iskolánkban a Jelenések könyvével foglalkozunk nagyon részletesen. Idestova most már másfél éve elkezdtük a tanulmányzását, és a közepéig már el is jutottunk a könyvnek. És itt van egy nagyon ismert és művészek által is sokszor ábrázolt kép a napba öltözött asszonynak a jelenete, a 12. fejezetben, és itt nem kevesebbről olvasunk, mint hogy egy asszony jelenik meg, aki fiúgyermeket szül, akit a sátán el akar rabolni tőle, a gyermek azonban, ahogy olvassuk, elragadtatott Istenhez,
az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Most nem részletezem ezt a jelenetet, ezt a képet, ezt a látomást, amit János itt elmond, de az első olvasásra is a párhuzamot mindenképpen észre kell vennünk. János lát egy asszonyt, aki Izraelt, a választott népet jelképezi. Ézsaiásnál, Mikeás profétánál olvassuk ugyanezt a képet, hogy Izrael, mint asszony, ahonnan egy szabadító fog jönni, tudnék Jézus Krisztus. És itt ugyanezt a képet látjuk, illetve Sátán harcát, aki el akarja rabolni a gyermeket, de Isten nem engedi, és Istenhez elragadtatik a gyermek, de a lényeg pedig ebben olvasandó, hogy az asszony viszont elmenekült a pusztába, és itt ezt szeretném aláhozni, hogy a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Előző helyekből kiderül, hogy ez 1260 nap, ez a teljességet akarja, ez tulajdonképpen 7 évnek a fele, azaz ez azt jelenti, hogy a pusztában létele az asszonynak, a választott népnek, illetve a kép később kibővül azzal, hogy a megtértek a Krisztusban újjászületettek és választottak is bele kell értenünk. Véges ideig pusztában lesznek, míg nem majd megérkeznek a Kánaánba, a mennyországba. És itt érezzük meg a párhuzamot a kijelölt szakasszal kapcsolatban, ahol a pusztai vándorlásról, a szabadítóról, Mózesről olvasunk a zsidókhoz írt levélnek eme kiemelt passzusában, és Krisztust említi a Szentíró, hogy Krisztus az, aki vezérelte már őket, és ezt a képet kibővülve látjuk János optikáján keresztül, hogy gyakorlatilag a mindenkori választott nép, így mi is, ne arra számítsunk, hogy Kánaánon keresztül vezet az útunk, hanem amíg itt a földi élet és a földi lét létezik, pusztában vándorlunk, mint annak idején a választott nép, a magunk gyengeségeivel, harcaival, Sátán támadásával szemben, kísértésekkel szemben, azaz egyház ne azt várja, hogy majd egy gyönyörű, glóriával teli úton vezet az útja, hanem pusztában vándorlunk, de Isten és Krisztus a gyermek nem hagy el bennünket. Ahogy ott a sínai félszigeten való vándorláskor sem hagyta el Isten az ő népét, sőt Krisztus maga is már préegzisztens voltában ott volt és vezette a népet. Azaz egyrészt ez a kép az Exodus tradícióról beszél, de teljesen keresztényi szemszögből. A másik, amit szeretnék ugyanakkor kiemelni, és kapcsolni ugyancsak a Szentírás egy másik fontos üzenetéhez, amit mi protestánsok különösen is hangsúlyozni szoktunk, hogy mindez hitáltal történt. Minden egyes mondatot úgy vezet be a Szentíró, hogy hitáltal történt minden Mózessel. Mintha csak Pált hallanánk, aki maga is a törvény kegyességből megérkezett a hitáltali megigazuláshoz. Itt látjuk meg, hogy aki írta ezt a néhány mondatot, az mennyire benne volt az őskeresztény, ókeresztény gondolatkörben, és az új látásban, hogy Krisztusban egy egészen új kezdődött el. De itt most ezt a gondolatsort befejezem, mert ez egy kicsit talán túl teológiai és dogmatikai gondolatsor volt, és nem azért vagyunk itt, hogy most egy előadást, egy teológiai előadást hallgassunk, de amikor zsidókhoz írt levél 11. fejezete kerül elénk, akkor meg kell látnunk ezeket az összefüggéseket is, amit Isten elrendelt, és amelyeket elrendelt a sorok mögött. Hanem most még arra figyeljünk röviden akkor, hogy ez mit üzen nekünk, húsvér embereknek, keresztényeknek, itt a 21. században. Mi lehet az üzenete ennek a néhány prófétai és Istentől ihletett mondatnak? És ezt így lehetne összefoglalni, ahogy ezt már mondtam is, hogy a teljes élet az egyedül és csak is egyedül Krisztussal van. Sőt, még merném még inkább hangsúlyozni, hogy első helyre tenném, hogy Krisztussal, csak is Krisztussal van teljes élet. És ezt a gondolatot szeretném úgy tovább fűzni, hogy
A pusztai vándorlás úgy gondolom nem csak az egyházra, nem csak egykor Izrael népére, hanem a mi egyéni életünkre is, és most gondolj, hogy a te saját életedre is igaz. Melyikünk az, aki elmondhatná, hogy az ő életében mindig minden sikerül, hogy nincs benne kísértés, hogy nincs betegség, nincs nyomorúság, hogy nincsenek ellenségeink, nincsenek gonoszság, nincs gonoszság, ami ránk nehezedik. Hogy lenne? És melyik az közülünk, aki a Krisztus útján járva nem mondhatja el, hogy az valóban iga a Krisztussal járni. Ahogy Krisztus nem rejtette vége alá, hogy aki utánam akar jönni, az vegye föl az ő igáját. Az iga az nem kellemes. Az nem könnyű, az töri a nyakunkat, az meghatározza az irányultságunkat. Nem lehet jobbra-balra tekingetni, hanem csak előre azon keresztül, aki vezet bennünket az igáján keresztül. Ettől még az iga nehéz, ettől még az iga töri a nyakunkat. Vagy Jézus még keményebben is fogalmaz, illetve úgy mondanám még őszintebben, aki utánam akar jönni, az keresztet vegyen föl. Az keresztet vegyen föl. Az pusztában fog járni. Az megízleli az éhezést, lehet, hogy nem testileg, de lelki értelemben. Az meg fogja ízlelni a szomjúságot. Az meg fogja ízlelni az elhagyatottságot, a magányosságot, a forróságot, a kiszolgáltatottságot. De egyel mégis gazdagabb egy valamivel, hogy nem egyedül van mindezek között, hanem valaki vezérli, valaki megtartja, valaki végig vezeti az élet pusztájának útján. És nem csak végig vezeti, hanem hogy a választott népet Mózesen keresztül Isten elvezette az ígéret földjére. Vezet el bennünket is a mennyország ígéret földjére. Mert Isten mindent megtehet egyet kivéve, hogy amit megígért, amit ígért, azt teljesíti és megtartja. Kedves testvérek, még egy képpel hagy fejezem be a mondandómat, amikor Krisztus követésről, Krisztus hordozásról van szó, talán mások is jól ismerik a legendát Kristófról, erről az óriás emberről, a harmadik századból, aki a maga erejét arra szerette volna használni, hogy olyan embereket mentsen és védjen, akik valakitől vagy valamitől félnek. Így hát elment először egy nagyon gazdag embert szolgálni, mert gondolta, hogy egy gazdag ember az senkitől és semmitől nem fél, hiszen pénze van, hatalma van, birtoka van. Aztán amikor Kristóf elkezdte őt szolgálni, akkor kiderült, hogy nagyon komoly lelki félelmei vannak ennek az embernek, a legenda szerint sátántól fél. Ekkor Kristóf elment, hogy akkor a sátán szolgálja, hiszen az akkor nagyobb hatalom volt, mint ez az úr. Aztán sátánnál kiderült, hogy sátán is fél valakitől, Krisztustól, aki legyőzte őt, aki megváltotta a világot, és akkor Kristóf tovább lépett, és Krisztus szolgájává lett. Elment a pusztába egy remetéhez, és nála akarta tanulni, mit jelent Krisztust követni. És a termetéből, és a kisugárzásából, és az erejéből következtetve a remete azt javasolta neki, hogy a nem messze lévő gázlónál, a folyó gázlónál végezzen szolgálatot Isten dicsőségére. Tudnék, akik arra jönnek, vándorok, és hát át szeretnének kelni a folyó túlsó partjára, akkor ő, mint erős, izmos ember segítse őket. És innen már talán mindenki ismeri a legendát, hogy egy éjszaka hangot hallott Kristóf, hogy valaki a nevén nevezte. És aztán kiment a sátra elé, a kunyhója elé, és egy kisgyermek várta. És a kisgyermek azt mondta, hogy szeretnék átmenni a túlsó partra. Kristóf megörült, és azt mondta, hogy hát ez könnyű feladat lesz, ez csak egy gyermek, nem kell megerőltessem magamat. Ám ez volt élete legnagyobb és legnehezebb menetele, mert ahogy elindult a gyermekkel, egyre nehezebbnek, egyre súlyosabbnak érezte a terhet, mintha olmot vitt volna már a végén, úgy érezte, és aztán, amikor átéltek a túlsó partra, a gyermek bemutatkozott, hogy én vagyok Krisztus, aki téged megváltottalak, aki téged elhívtalak tanítványomért. És innen van a Krisztoforosz, ugye Kristóf, a Krisztus hordozó, és
ez a legenda is ugyanerről beszél, hogy aki Krisztus útján elindul, az terhet vesz magára, igát vesz magára, de célba ér, átél a túlsó partra, a másik oldalra. Azaz, ha nem is márvánnyal kikövezett és piros szőnyeggel leterített úton át halad, vagy vezet az életünknek az útja, hanem olykor testi-lelki próbáló pusztán keresztül vezet az életünk útja, Krisztussal a szívünkben, akkor is csak egyetlen vége lehet a vándorlásunknak, hogy Krisztussal győzhetünk, és Krisztussal lehet teljes az életünk. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek további áldott pusztai vándorlást, míg tart a ma. Amen.